Adókedvezménnyel és állami támogatással léphetnek az uniós tagállamok az emelkedő energiaárak ellen, ezt az Európai Bizottság új eszközrendszere tartalmazza, hosszú távon pedig megújuló energiára való átállás segítheti az árak letörését, a tél végéig azonban valószínűleg maradnak a magas gázárak a kontinensen. Két részből áll a válaszunk. Az első az, hogy azonnali védelemre szorulnak a fogyasztók, különösen a legsérülékenyebbek. Másrészt ellenállóbbá kell tennünk az energiarendszerünket azért, hogy ne forduljon elő ilyen helyzet még egyszer, mondta az EU energiaügyekért felelős biztosa. A rövid távú megoldások között szerepel a célzott adócsökkentés, a cégeknek nyújtandó átmeneti állami támogatás és a szegény családok számára nyújtott szociális segítség. Hosszú távon a zöld átmenet mellett a legfontosabb teendő az uniós energiapiac egységesítése. Ez azonban mélyítheti a tagállamok megosztottságát. A fogyasztóvédők üdvözlik a tervezett lépéseket. Most a tagállami kormányok térfelén pattog a labda, rajtuk múlik majd, hogyan alkalmazzák ezt a csomagot, néhányan már elkezdték közülük a munkát, és átültetik a gyakorlatba ezeket a javaslatokat, mondta az Európai Szakszervezeti Szövetség szakértője. A bizottság közölte, lépni fognak a spekuláció és a piaci manipuláció ellen is. A jövő heti uniós csúcson is főleg az energiaárakról lesz majd szó.